Magas hozzáadott érték, nehéz előállítás, nagyértékű termék. Ezek a minőségi méz ismérvei. Ennek köszönhető, hogy sokan próbálják hamisítani is. A hazai méhészeknek tartottak szakmai fórumot és vásárt Fehérgyarmaton, ahol az is elhangzott, a magyar ágazati szereplők helyzete nehezebb, mint Európa más országaiban. A felvásárló erő mindenütt számottevő tényező, ez azonban ebben a térségben elmarad a nyugati országokéhoz képest. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület előadója olyan az ágazatot gyengítő jelenségről is beszélt, hogy az olcsón külföldiek által felvásárolt magyar méz Kínában közel 26 ezer forint értékben kerül a polcokra. A szakember szerint a hazai méz szervezett itthoni felvásárlása egyelőre nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, azonban további lehetőségekre hívta fel az ágazati szereplők figyelmét. Abból a szempontból megpróbál pozitív lenni, hogy megkeresni mindig azokat a dolgokat, amivel lehet. És az egyik ilyen az az apiterápia, ahol a gyógyászati használata ezeknek a mézeknek lehet látni azt, hogy a manuka méz, az szintén ez a 25-30 ezeres kategóriába tartozik már most, sebgyógyításra használják. Magyarországra, Izraelből hoznak be kis tubusban sok ezerért mézet. Szerintem ezeket azért mi is meg tudnánk csinálni. Jó tanácskozást kívánok! 8. alkalom az már egy büszke szám. A megnyitón Péter Csaba polgármester elmondta, az önkormányzat számára fontos, hogy segítse a térségben működő szakmai szervezeteket. A szakmai ismereteken túl a szakma szeretete az, ami életben tartja a magyar méhészetet, és nem is akárhogyan, hiszen ha a minőséget nézzük, akkor a világ élvonalában vagyunk. Ezt az élvonalt nekünk meg kell őriznünk, hogy az elkövetkezendő generációk is tudják folytatni ezt a munkát, hiszen előbb-utóbb a felhők elmennek, és napsütés következik, és bízunk benne, hogy a méhészek is, és a méhészet, a magyar méhészet is megkapja jutalmát azért a munkáért, amelyet végeznek. Én úgy gondolom, hogy ez a szakmai színvonalhoz hozzájárulnak azok a rendezvények is, amelyeken szakmai beszélgetést tudnak folytatni, új ismereteket szerezni. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a háború a méhész társadalom számára is lehetetlen helyzetet teremtett. A költségek, ugye a elhibázott szankciós politika következtében megemelkedett rezsiszámlák, egyrészt ugye az előállítási költséget terhelik, másrészt nyilván valószínűleg az eszközök árában is jelentkezik, ha egyáltalán kapható. A másik oldalról viszont az is megfordult a fejemben, és itt megerősítettek, hogy az ellen, ami ellen a magyar méhészek miniszter úr vezetésével is folyamatosan harcoltak az Európai Unióban, hogy a kevert ukrán méz az ne kerüljön be a Unióba, az a háború következményeként nyilván sokkal jobban jelen van. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke szerint a hazai méz helyzetéből is jól látszik, hogy szükség lenne az európai élelmiszerbiztonsági intézkedések szigorítására. Emellett, mint mondta, elengedhetetlen a hazai felvásárló erő növelése is. Ha már csak arra gondolunk, hogy mennyire jó lenne az, hogyha egészséges élelmiszer kerülne a családjaink asztalára, és itt van a kiváló minőségű magyar méz, amely úgy gondolom, hogy mind minőségében olyan színvonalat képvisel, amely erre tökéletesen avatott, akkor nagyon nagy lépést tennénk afelé, hogy valóban egy egészségesebb társadalom alakuljon ki, de hát a körülmények erre most kevés lehetőséget adnak. Én bízom benne, hogy valóban azok a programok, illetve a méhész társadalomnak, illetve az Agrárminisztériumnak és a magyar kormánynak a támogatása mellett is mindenképpen sikerül majd ezt a célt megvalósítani, és valóban akár a mézes reggeli program, vagy a különböző olyan társadalompolitikai programok, amelyek azt erősítenék, hogy a hazai fogyasztás is erősödjön, hiszen hogyha csak a duplájára nőne, azt hiszem, hogy akkor már megoldódna. Én úgy gondolom, akár a helyi méznek, a magyar méznek az eladása is, akkor reméljük, hogy akkor tényleg egy olyan jövőkép alakul ki a magyar méhészek előtt is, amely bízunk abban, hogy egy kiszámíthatóbb és egy nyugodtabb jövőt rajzol majd elénk. A méz idén is drágábban kerül a polcokra.
Az akácméz kilónkénti ára most 3000 és 3800 forint között mozog. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy lehetőség szerint ne az áruházakban, hanem termelőktől vásároljunk hazai mézet.